A HÉV ZRT az ismert HÉV vonalakon jogosult személyszállítás végzésére, azonban az egymástól elkülönülő HÉV vonalak miatt a szerelvények főműhelyi nagy javításokra szállítása és a vonalak közötti átcsoportosítása során rendszeresen igénybe kell venni az országos pályahálózatot és a hozzá más vasúttársaságok által nyújtott vontatási szolgáltatást. Annak érdekében, hogy a MÁV HÉV ZRT az országos pályahálózaton saját vontatójárművekkel és személyzettel végezhesse a mozgásokat, engedélyeket kellett kérnie az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól. A hosszantartó eljárások eredményeként a megszerzett engedély és tanúsítvány birtokában lehetővé vált az országos pályahálózat igénybevételéhez szükséges szerződések megkötése. Szeptember 1-én sor került az első szállításra Cinkotáról Szentendrére. Ezzel a lehetőséggel lehetővé válik azoknak a szolgáltatási költségeknek a megtakarítása, amelyet az eddigi vontatások során más vasúttársaságok számára kellett megfizetni. A saját kapacitással megoldott szállítás gazdaságossága mellett mobilabb megoldás is ez, hiszen lehetővé teszi a MÁV HÉV ZRT számára a vontatási igények rugalmasabb megvalósítását.